Busz megálló a Pécsi Tüzér utcában. Itt szállt fel az a nő az egyik helyi járatra, aki ellen most emelt vádat a Pécsi járásügyészség. A nő egy ismerősével utazott 2021. szeptemberében. A menetjegyüket a felszállást követően szándékosan nem érvényesítették. A későbbiekben a buszra felszállt három jegyellenőr, akik meg akarták büntetni a blitzelőket. A barátnő átadta személyes iratait, a vádlott nő viszont nem, ordibálni kezdett. Figyelmeztették, hogy rendőrt kell hívniuk, ha nem mondja meg a nevét, címét. A nő tovább kiabált, szitkozódott, majd megpróbálta a buszról lemenekülni. Ekkor az előtte álló jegyellenőrre támadt, egy alkalommal ököllel mellkason ütötte, és megpróbálta a buszról leszállni. Ez azonban nem sikerült neki, ekkor tovább folytatta a kiabálást, fenyegetőzést, megfenyegette az ellenőröket, hogy amennyiben majd nem lesz rajtuk kitűző, úgy majd meglátják, mi lesz velük, ki csinálja őket. Hiába próbálták megnyugtatni, nem sikerült. Az egyik ellenőr telefonálni kezdett, de a nő kiütötte kezéből a telefont. Ordibált a buszvezetővel is, mert nem nyitotta ki neki az ajtót, hogy leszállhasson. Végül csak akkor higgadt le, amikor megérkeztek az egyenruhások. A nőnek a cselekménye a közfeladatot ellátó személy elnerőszak büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Amíg csak 22 éves nőnek volt már dolga a bírósággal. Garázdaságért, rongálásért már büntetve is volt. Ezért az ügyészség letöltendő börtönbüntetést indítványoz az ügyben. A végrehajtását azonban kéri próbaidőre felfüggeszteni.